És hello, sziasztok, én Sztáfán vagyok, és itt lennék egy újabb videóval, amiben a következőt fogjuk csinálni. Rögre, Víz. És instant. Hó. Ugye, augusztus van, még nyár van. Milyen jó is lenne már egy kis havat csinálni. Ehhez, hál' Istennek volt hozzávalóm, Kínából. Úgyhogy megnézzük, hogy hogyan is működik ez a dolog. Bekészítettem egy törölközőt, mert úgy gondolom, hogy itt eléggé nagy gondok lesznek. Ilyen videóm még nem volt, de lehet, hogy nem is lesz többi. Először vajon víz kell, vagy... Azt mondja, az első az az, hogy vizet öntsünk a pohárba. Körülbelül mennyit? Szerintem annyi elég. Mi van? Ennyi elég szerintem. És akkor egy csomaggal hozzáöntök. Ebben ilyen por van. És akkor kezdjük el hozzá önteni. Remélem felroppanunk. Nő egyébként. Kapsz még vizet, jó? Ennyi elég szerintem bele. Jó feljött egyébként. Az anyag ilyen. Mint a tejbe grizz. Lenyúltam az aljára, hogy se elhozzam. Hát... Nem olyan, mint a hó egyébként, hanem inkább... ilyen kása. Lehet, hogy kevés volt a víz hozzá, vagy sok a papírból a hó. Ez biztos, hogy én ilyen hülyeséggel akarok kísérletezni amúgy. Ja, mindegy. Most meg az a baj, hogy már túl víz. Haver, szív már be. Fú, szagra egyébként nagyon ilyen savanykás szaga van. Az a baj, ki fog enni most már a bögréből szerintem, ha ráöntöm a vizet. Király. Ilyenkor milyen az anyaga? Na most jó, kemény. De ugyanúgy olyan kása. Kapsz még vizet, de már így is a bögréből jön kifele. Amúgy itt szarrá hullik minden lefele. Ezért hoztam a törölközőt mondjuk. Jézus, amit mi a szart csinálok. Jó. Maradjunk annyiba, hogy ez se nem hó, meg köze sincs a hóhoz, mert se nem lehet gyúrni. Se semmi. Ugye ez arra volt jó, hogy rendetlenséget csináljak, és takaríthassak felfele újra, mint ahogy a billentyűzet tisztítónál. Úgyhogy köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogy tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve egy feliratkozást. Hamarosan találkozunk a következő videóban. Én Stefan voltam, és ilyen havat ne vegyetek.